és mondod, hogy miért vágod le a hangot, nem hallottuk, mit mondtál, sorry, Benny? Mi van, Tomo, mit hazudsz itt össze-vissza? Nehogy megcsusszon a kezem egy permára, vigyázzál, vagy legalább egy téóra, aló? Soha nem mondanék ilyet Gáborról, legjobb barátom. Miről beszélsz, Tomo? Szedd már össze magad, légy szíves. Hihetetlen. Hihetetlen, mai kölkök, nem ezek a fiatalok? Komolyan mondom, mit megengednek maguknak? Hihetetlen. Én csak azt mondtam, hogy vannak emberek, akik ilyen furcsa kommenteket írnak a videóim alá, mint például Gábor. Benni, levágtad a hangot, és én csak ennyit mondtam, hogy ezek után már be van Ctrl-C, Ctrl-V-zve, hogy a teljes élményért, a videó teljes, hogy fogalmaztam meg? Már nem is tudom, nagyon jó meg volt fogalmazva, hogy a teljes élményért látogass el a Twitch csatornámra. És a Ctrl-C, Ctrl-V-zni fogom ezeket a kommenteket, ennyi, nem mondtam semmi, és Gábor nevét valószínűleg csak véletlen említettem meg. Hiszen sokan mások vannak, akik olyanok, mint Gábor, és ilyen furcsa kommenteket írnak a videók alá. Amikor még írt ugye kommenteket, már baszik rá, nem is ír kommentet a videó alá, már nem is nézi, úgyhogy nem feltétlen rá gondoltam, mert ő már nem foglalkozik velem, ugye, már nem én vagyok a kedvence, de hát mindegy, nem is ez a lényeg, nem erre akartam kiukadni igazából, úgyhogy hagyjuk is szerintem, hagyjuk is. A lényeg, hogy Tomót meg fogom büntetni. Ja, szerintem sem amúgy, igazad lehet, Tomo. Ja, nem kommentel, látod, nem így oda, hogy de ügyes voltál, Benny. GG. Jaj, de ügyes vagy, vagy valami, hogy ú, de jó volt ez a videó, jaj, de jót szórakoztam. GG, jéjé, vagy ilyesmi, érted? Na, már nem foglalkozik ilyenekkel, már nem számítok neki. Mindegy, nem fáj, amúgy nem fáj. Az első pár évben még fájt. Pár év után már megszakad az ilyen abjúzolós karaktereket, kapcsolatokat, mint Gábor, amikor csak kihasznál téged a szeretetedért, meg a figyelmedért, aztán eldob, mint egy rongyot. Mindegy, egyáltalán nem vészes. Jaj, meg kirejelek, szóra nem vettelek észre, mentem volna a húkért. De mi következik, Gábor? Mondjad, mi a következő? Feltörlöd velem a padlót? Vagy mit teszel velem? Te szemét? Szia! Wulfi. Észrevettem, amikor visszahallgatom a videóban a hangomat, amikor a te nevedet mondom, hogy Wulfi, azt ilyen furán mondom, az F betűt, nem tudom. Ez is ilyen beszédhiba, nem? Valaki racsol, meg ilyenek, én meg az F betűt ilyen furán mondom. Valahogy így, nem? Wulfi. Wulfi. Lehet, hogy túl sok levegővel mondom? Wulfi. Most csak gyorsabban mondtam, de ugyanúgy. Wulfi. 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 De az F betűt ilyen furán, az F betűt, érted? Az F. Ja, nagyon fura. Fejpítesz. Nem tudom, hallgattam a videót, mondom, ez a gyerek, ez szalad, beszélj már normálisan, most miért kell ilyen hülyén beszélni, érted? Minden szó tök normálisan kimond, csak talán egy kicsit hadarok. De. Az F betű, én mindig mondom, mondtam, hogy valamit mondtam Wulfinak, és mondom, Jézusom. Sorry, meggondoltam magam, mégsem tudlak leszedni. Hát ki ez a fiú? A magyar fiú belelát a killer fejébe. Tudja minden lép, 10 000 lépéssel előtte van. A lépés számláló szerint. Teljesen kiégett? Na most újra elindult. Jaj, nem jött be még a second blink se. Sorry. Yikes. Baszd meg, hogy beakadtam ebbe a szarba. Benny, előre nézzél, ne hátra! Hisz Magyarország előre megy, nem hátra! Éjjj, az, hogy a gyerek az meg fog halni a first hook-on, valaki szedje le! Valaki szedje le! Valaki! Légy szíved, már egy fél órája rajtam van, csináljatok már valamit! Nem hiszed el, hogy first hook-on halik a gyerek. Jó. Nincs para. Hát de nem hiszed el, hogy meghal first hookon, és ezért veszítjük el a baby nurse ellen, mert véletlen lett egy húkja, és nem szedi le senki. Nem hiszem el. Cserbehagyták a bajtársunkat, cserbehagyták. Pedig amúgy azonnal le akartam szedni, csak aztán ugye oda jött a killer. Nem tudja, hogy hol lehet a fiú. Nem tudja. Most már tudja. Ú, ez nem úgy szép blink lesz.
Tessék. És még ki is tudok jönni! Azt a mindenit, azt a mindenit! Jaj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 
Nagyon nagy a baj. Kérem, nyugodjon le, asszonyom, nyugodjon le! Nem, nincs szükségem orvosi ellátásra, nem akarok kórházba menni, teljesen jól érzem magam. Jézus, hát már én sem, én tudom követni, nem hogy ő. Azt a taktikot alkalmazom amúgy, amikor, hogyha én nem tudom, hogy mit csinálok, ő se tudja. Hagyd abba, hagyd abba! Hagyd abba! Stop it, stop it! Csak próbáltam kifejteni, hogy mennyire furán mondom az F betűt. Na, javíthatatlan vagy, na! Jó. Mindent nem lehet jól mondani? Ez is igaz, ez is igaz. Van benne valami. Na mindegy, majd gyakorolni fogom a Wolfit. Wolfi. Wolfi? Wolfi. Wolfi. Csak simán beri Wolfi. Ne gondold túl. Csak simán Wolfi. Ja, Wolfi. Mi újság van Wolfi? Nem, most a végén már furán mondtam. Lehet többet kell nyerjek. Wolfi. Mi újság van Wolfi? Szerintem most jól mondtam. Szerintem túl nyálas az arcom az F betűhöz. Lehet, hogy az a baj. Majd meglátod, Zsetabon, Benny Fivér. Oj, nagy a baj, nagy a baj. Viszont újra van Death Hardunk, tehát... Mehet tovább a buli? Nagy hiba. Örök hiba volt, Billy barátom, örök hiba. Ilyen hamar földre menni egy nurse-nek. Még mindenki tudja, hogy a nurse a leggyengébb killer a játékban. Nem értem, hogy lehet ilyen hamar földre menni neki, de hát te tudod. Én nem akarok beleszólni. Megébredtek? Téged leszedett? Igen. Igen, hogyha még négyen élnék, akkor ez egy free game lenne. Nem azért a 20 fillérért, de... ja. Van egy olyan érzésem, hogy vissza fog jönni Billy, úgyhogy nagy a baj. A Claudette az nagyon nyomja a Jeneket. Ő amúgy erre született, hogy generátorokat szereljen. Elképesztő tehetség az öreg. Bassz meg, pedig nyomtam a Death Hardot, tudtam, hogy ez baj lesz. Ez ilyen, ha elkaplak, facecampellek, ha beledöglök is, chase. Hál' Istenek, nem. Heal me, daddy, heal me. Jó, Benny, szólj már neki, hogy túlságosan látszódik, hogy le van fizetve. Az a baj, most már nem merek szólni nekik, mert annál jobban rájátszanak, érted? Az az érdekes, hogy nincs még kész az összes. Azért, mert már csak hárman vagyunk, mert alapból meghalt valaki, aki first hookon halt, ugye? Tehát esélye se volt genezni, amúgy már vége lenne a game-nek. Hát azért egy nurse azért nagyon nehéz ötgenen keresztül loopolni bármilyen baby legyen. Ő azért annyira nem baby. Tudod, honnan lehet tudni, hogy szuper baby egy nurse, hogy nem blinkel. Ő azért tud blinkelni, csak még gyakorolgatja a blinkelést. Ő ilyen középhaladó szinten van, nem? Vagy nem baby, hanem amatőr, de azért már nem baby, ha van különbség a kettő között, ha érted, mire gondolok. Na gyere, meghílellek, baby. Wraith Ghostface nurse, így van. Mit csinálsz, anya? Nem zavarodott össze? Nem tudja. Sajnos ez így over. Még jó lett volna. Ha végig megyünk rajta. De szép volt, megtettük a tímért, amit tudtunk. Ennyi fért bele. You make me move.